A Civil Információs Centrum korábban az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozott, amely most átkerült a miniszterelnökséghez, amelynek a kezelőszerve a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT lett. Különösebb változás nem történt ezáltal, hiszen csak adminisztratív módosulások voltak, hiszen az ügyintézők maradtak, a pályázat beadási módja sem változott, hiszen ugyanúgy az EPER rendszeren keresztül történik. A Nemzeti Együttműködési Alap változásairól Kis Andrást, a Civil Információs Centrum megyei igazgatóját kérdeztük az Információs Partnerségi Napon Fehérgyarmaton 2019. február 8-án. A negyedik Orbán kormányban ez a terület korábban az Emberi Erőforrások Minisztériumában volt, a civil ügy, ez átkerült a miniszterelnökségre. Én ezt egy jó dolognak tartom, hiszen ez egy olyan terület, a civil ügy, ami az élet minden területét érinti, és a miniszterelnökségben, a kormányzat agyközpontjában van a kezelőszerv, amely változott, az a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT lett, az a miniszterelnökség háttérintézménye, a miniszterelnökség programját értelmezve, hogy egy miniszterelnökséges háttérintézmény kezeli. Én ezt egy jó döntésnek tartom, fontos döntésnek, de igazából ez csak adminisztratív dolgot jelent, hiszen ugyanazok az ügyintézők maradtak, ugyanúgy az EPR rendszeren keresztül kell beadni, igazából a postacím változott, erre kell figyelni a pályázónak, de minden tekintetben ez az átállás pályázó barátan történt meg, és nem kell új emberekhez rohangálni, nem kell új felületet megszokni, hanem a régi, korábbi évek tapasztalatai épülve lehet szépen beadni a Nemzeti Együttműködési Alappályázatait. Kicsit megújulva, szervezetileg is és kiírásaiban is, az évek tapasztalatához alkalmazkodva. Új pályázati kiírások jelentek meg január 16-án, február 21-ig beadható az úgynevezett összevont pályázat. Ez az öt kollégiumhoz beadott szakmai döntés fog ezt követően születni, és a kulturális, oktatási, mindazon a szervezetek, amelyek az öt kollégium valamelyikébe szakmai tevékenységük alapján beférnek, azok beadhatják ezt a pályázatot. Utána egy nappal később fog megnyílni az úgynevezett egyszerűsített pályázat. Ez is a kollégiumoknál nyílik meg, de sokkal egyszerűbb eljárás rendel, csak formai ellenőrzés van, és a keret kimerüléséig ez az összeg rendelkezésre áll, tehát a civil szervezetek ennek keretében is pályázhatnak, maximum 200 ezer forintra, és itt az 5 millió forint alatti szervezetek pályázhatnak, és két éves számviteli beszámolóval kell rendelkezni az előző két évről azon szervezeteknek, ezen indulnak. Ez picit szigorúbb formai követelményeket biztosít, viszont van benne egyfajta automatizmus, hiszen ha formailag hibátlan a pályázat, akkor és keret van még, tehát keret kimerüléséig, akkor automatikusan nyertes pályázatról beszélünk. Az öt kollégiumnál kerültek ezek a pályázatok meghirdetésre, most még másfél hétig lehet pályázni az összevont pályázatra, utána pedig az egyszerűsített pályázatra, viszont az fontos tudni, hogy egy szervezet az egyik konstrukcióra pályázhat. Tehát most el kell dönteni, hogy inkább az összevont pályázat felé indul el az a szervezet, vagy inkább az egyszerűsített pályázat felé. A térség országgyűlési képviselője dr. Tilki Attila úr fontosnak tartja, hogy a térségben is megnövekedett létszámú civil egyesületek így formában is tájékozódást kaphassanak a pályázati lehetőségekről, hiszen számára az a legfontosabb, hogy a térségbe minél több nyertes pályázat kerüljön. A Civil Információs Centrum vezetőjének, Kis Andrásnak az előadását hallgattuk meg, és az előadásokban különböző diákat mutatott. És az egyik dián rajta volt, hogy jó pár százalékkal nőttek a civil szervezetek községekben. Ami nyilván azt jelenti, hogy a fehérgyalmati vásárosnaményi térségben is nőttek a civil szervezetek, és ezért különösen jó, hogyha tudnak pályázni, hogyha tudnak támogatást kapni. Én nagyon hasznosnak tartottam a mai fórumot, hiszen elmondta a vezető, hogy sokszor jobb egy kisebb civil egyesületnek a kisebb pályázatra pályázni. Nekem az a célom, hogy minél többen nyerjenek. A helyszínen megjelent érdeklődők hasznos információkkal térhettek haza a civil egyesületek pályázati lehetőségeivel kapcsolatban.